Köszöntök mindenkit sok szeretettel! Ma erdélyi lucskos káposztát fog készíteni. Füstölt sonkával, és természetesen a csomborral, ami az erdélyi vidéknek a fűszere. Magyarországon borsikafűnek nevezik. Ugye hozzávaló még a kömény, ugye paprika, só, bors, ugye itt a fenséges káposzta, friss káposzta, és a hagyma, tejfő, és liszt a sűrítéshez, és ugye zsíron teszem oda a hagymát, teszem is oda az edényt, a zsírból teszek bele, csak egy kézzel ugye nehéz, nincsen segítségem fogni a kamerát is. Na de megoldom. Ugye beletettem a zsírt. Egy picit várok. Míg olvadozni kezd. Teszem hozzá a vörös hagymát. És van lila hagyma is. Egy ilyen mixel dolgozok most. Üvegesre pirítom, utána egy kis fűszerpaprikával megszórom, vizet öntök rá, és majd folytatom tovább a műsor. Ledinsztelődött a hagyma ebből a nagyon élénk paprikából. Teszek hozzá két kanállal. Ezt gyorsan elkeverem, hogy ne égjen meg, ugye a tűzhelyről levettem. És most egy picit oldódjanak a fokhagymának a hat, vagy a, bocsánat, a piros paprikának a hatóanyagai, elnézést a piros paprikának, és azonnal már öntöm is föl vízzel. Egy liter vízre visszahelyezem a tűzhelyre a láng fölé, és hozzáadom a sonkát, a felkockázott sonkát. Itt arra kell vigyázni, hogy egyenletes kockákra vágjuk, ugye, hogy egyformán főjön meg. Ezt hozzátettem. Tehát fontos, hogy lepj el, és akkor hozok egy födőt, és födő alatt puhára főzöm, és akkor mutatom a további részleteket. Ameddig fő a sonka, addig a csombort szépen kézzel porítottam, a leveleit összemorzsoltam. És a káposzta, mikor belekerül az ételbe, utána teszem bele a csombort, a sót, a köményt és a borsot, és akkor a végén majd behabarom, a tejfölös, lisztes habarást csinálok. Az elkészítés ideje, hát az attól függ, hogy milyen sonkával dolgozunk. Ugye itt egy előfőzött sonka, tehát itt valószínű, hogy hamarabb elkészül. Hát körülbelül egy 45 perc, 1 óra főzés idővel számolok én. Rápillantunk az ételre. Már sok nem kell hozzá. A csülök megfő. És akkor kerül hozzá a káposzta. És ugye a borsikafű, csombor, ugye itt Erdélyben csombornak nevezik, és akkor majd utána a kömény, egy kis kömény is kell hozzá, só, bors, és haladunk az étellel, már nem kell sok idő, ugye a káposzta főzésének nem kell sok idő, hogy össze is esik, és egy finom, tartalmas, csülkös káposztaleves lesz az eredménye,
ennek a főzésnek. Belekerült a káposzta, ezzel még számolni kell, hogy össze fog esni. A köményből e fél mokkás kanállal körülbelül beleteszünk, hogy abból nem kell sok. Akkor a csomborból mutatom, abból is óvatosan. Úgyis a végén fogom beállítani az ízeket. Ugye a csülök az úgy vettem észre, hogy enyhén sózott. Úgyhogy a sóval is mértékkel bánni. Ugye ezt most összekeverem. És folyamatos kóstolás mellett, mert ugye folyamatosan kell kóstolni az ételt. És a végén majd beállítani az ízét. Vissza is helyezem a fedőt. És nincs más hátra, mint összefőjenek az ízek, és akkor teljesen a végén majd a befejezés van hátra csak. Tehát hagytam egyet lobbanni, megkóstoltam, és akkor most ízlés szerint őrölt borssal megszórom. Egyet keverek rajta, és hagyom, hogy készüljön tovább az étel. Tehát elkészült az étel, fenséges íze van, megkóstoltam. Itt a havarás, amely lisztelt tejfőllel és tejjel készült. Ezt egyneműsítem a levessel, összekeverem, összeforralom és tálalok. Elkészült a fenséges lucskos káposztaleves csülökkel és a megfelelő fűszerével a csomborról. Ki is tárolom az ételt. Meg lehet tekinteni, milyen tartalmas, sűrű. És akkor egy adagot kitálalok. A csülök puhára főtt benne. És nagyon harmonikusak az ízek. Tehát innen meg lehet tekinteni, és akkor ezennél megfordítanám a kamerát. Én köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte ezt a kis videót, készítsék el önök is a lucskos káposztát, akik hasznosak találják a tartalmat, azok iratkozzanak fel. Én csodás napot kívánok mindenkinek, viszont látásra, viszont hallásra, minden jót kívánok mindenkinek.